Átfogó fejlesztés Fehérgyarmaton, a városközpont több területe megszépül és átalakul, a kivitelezést a következő napokban kezdik. Változnak a címkék, augusztus 11-től segítik a tudatos mészfogyasztók vásárlását a jelölések. Várva várt csemege, a tavalyihoz képest jobb termése és magasabb hozama lesz a csemege kukoricának. Nagyszabású városközpont fejlesztés kezdődik a következő napokban Fehérgyarmaton. A beruházás részeként a Kossuth Park, a Sétáló utca és az egyik szupermarket előtti terület is megszépül és átalakul. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A városvezetés emellett most azon dolgozik, hogy mihamarabb vállalkozásokat csábítson a nemrég átadott közel 3000 négyzetméteres üzemcsarnokába. Nagy kedvel használják a helyiek a Fehérgyarmatot átszelő kerékpárutat. A beruházás a tavalyi év végére készült el 700 millió forintos Európai Uniós támogatásból. Ez az üzemcsarnok pedig több mint 1 milliárd forintból épült fel, amelyet június elején adtak át Navracsics Tibor területfejlesztési minisztertársaságában. Ezt az üzemcsarnokot meg kell tölteni majd aktív dolgozókkal, és áttérünk majd a fenntartási időszakra, hiszen az uniós projekteknek van egy 5 éves fenntartási időszaka, és abban meg kell felelni ugye a pályázatban vállalt kötelezettségeknek. Most erre az időszakra fogunk áttérni, de ami jó hír, hogy sikerült megszerezni ugye a költségnövekményből adódó többletforrásra a pénzt, a kormány ezt természetesen biztosította számunkra, köszönet érte dr. Tirki Attila országgyűlési képviselőnek, és ugyanez a helyzet a kerékpárút beruházással is, amelyhez egy nagyon jelentős többletforrás kellett biztosítani a magyar államnak. Nagyszabású fejlesztése az év második felében is lesz Fehérgyarmatnak. A városközpont átfogó felújítása kezdődik meg hamarosan, amelyre szintén több mint 500 millió forintos támogatást kapott az önkormányzat. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos helyszíneket érint, tehát a városnak a központi részét jelen esetben ez a KPABC előtti, illetve a Central Hotel előtti térnek a teljesen újra gondolása. Amúgy is mindig kritika érte a várost, ugye, hogy a nagy ABC előtt nincsen zöld felület, rendezetlen, csúnya. Ezt tudni kell, hogy ez a terület nem a városé, tehát ez az Áfésznek a tulajdonában van, tehát tulajdonképpen ez a beruházás, a beruházásnak ez a része ugye úgymond idegen tulajdonon fog megvalósulni, de hát ettől függetlenül mindenki közterületként használja, tehát nekünk az fontos, hogy ez úgy nézzen ki, ahogy egy kisvároshoz méltó. A beruházás részeként a leromlott állapotú Sétáló utca is megújult, tette hozzá a településvezető. Itt újra térkövezik a területet, és egy részén vásárteret alakítanak ki. Emellett a Kossuth Park is új arculatot kap, a zöldövezeteket gondolják újra, valamint új pihenőhelyeket is létrehoznak. A közterületeket érintő fejlesztések kivitelezését a 3 napos gyarmati vigasságokat követően kezdik meg, a munkálatokat pedig még az idei évben befejezik. Szigorítják Magyarországon a mézjelölési szabályokat, az új rendelkezések augusztus 11-én lépnek hatályba, ekkortól a mézkeverékek valamennyi származási országát fel kell tüntetni a csomagoláson. Ezzel az egyre tudatosabb magyar fogyasztók számára egyértelmű lesz, melyek a megbízható, kiváló minőségű magyar termékek a mézpiacon. Óriási értékesítési problémát jelent a magyar méhészek számára az Európai Unión kívüli 3. országból származó, sokszor azonban kétes eredetű méz által okozott tisztességtelen piaci verseny az uniós piacon. A magyar méz 80%-át ugyanis ide exportálják. A jelölést a mézről szóló tanácsi irányelv szabályozza, eszerint a címkén jelezni kell azon származási országot, ahol a mézet begyűjtötték. A több országból származó mézkeverék esetében azonban nem kötelező a származási országok feltüntetése, elég azt jelölni, hogy EU-s vagy EU-n kívüli országból esetleg vegyesen származik. Ezt a jelölési módot az elmúlt évek tapasztalatai alapján a valós származási ország elfedése céljából alkalmazták. Hosszú évek után azonban a hazai csomagolóknak ezen változtatni kell. A hazai csomagolóknak innentől fel kell, hogy tüntessék százalékosan az, hogy hány százalék magyar vagy éppen
ukrán vagy, kínai vagy, román vagy milyen mézet tartalmaz. Sajnos ez csak a hazai mézcsomagolókra vonatkozik, amit üvegezve hoznak az országunkba mézet. Azon ugyanúgy csak továbbra is az EU és EU-n kívüli mézek keveréke lesz feltüntetve, és mivel hogy sajnos Magyarországon a hazai termelésnek nagyon kis százalékát, 10%-a körül, hogyha értékesítjük, ami nekünk fontosabb lett volna, hogy az EU szinten sikerül ezt elérni, ugye ebbe is mennek a próbálkozások már lassan 4 éve, ez még egyenlőre nem sikerült elérnünk, de kis lépésekkel megpróbálunk előre jutni. Az új rendelkezések augusztus 11-én lépnek hatályba, ettől az időponttól számítva 6 hónapos átmeneti időszak kezdődik. Ez idő alatt azonban még forgalomba hozhatók és a minőség megőrzési idejük lejártáig forgalomban tarthatók a korábbi szabályok szerint címkézett mézek. Ezt követően viszont minden hazai forgalomban lévő mézkeverékre a szigorúbb szabályok vonatkoznak. Szakértők szerint ez egy fontos mérföldkő a tudatos mézfogyasztás ösztönzésében. Ugye azért halljuk meg, látjuk, vannak nagyon sok vizsgálatok, hogy kimutatják, hogy Kínából nagyon nagy mennyiségű hamisított méz érkezik, akár hazánkba is. De az EU-ba mondhatjuk, hogy sokkal több. És nagyon fontos lenne az, hogy tudja a fogyasztó, hogy rajta van az üvegen, most is jelen pillanatban is, hogy EU-n kívüli mézek keveréke. Hogy abban esetleg 90% EU-n kívüli méz van, vagyis mondhatjuk, hogy kínai méz, 10% esetleg magyar, vagy ha mézkeverékről beszélünk, akkor a fogyasztó ténylegesen vesz egy 100%-os magyar eredetű mézet, vagy került-e bele esetleg olyan méz, aminél felmerül a gyanúja annak, hogy ez mézhamisítás. Az, hogy ez a jelölés módosítás valaha is EU szintű lesz-e, nem lehet tudni. Szakértők azt mondják, ha a fogyasztó valóban tudatos szeretne lenni és valódi mézet fogyasztana, jó, ha helyi termelőtől vásárol. Járók előtt gázolt el egy személyautó csütörtök reggel Nyíregyházán a Kert utcán. A gyalogos a kijelölt átkelő helyen haladt át, mikor a neki balról érkező gépjármű elütötte. A mentők helyszíni ellátást követően kórházba szállították. A rendőrség a főútvonal forgalmát korlátozta a helyszínelés idejére, és eljárást indította a gépjármű vezetőjével szemben. A tavalyi veszteségek után idén fellélegezhetnek a csemege kukoricát termelő gazdák. A kedvező időjárási viszonyok miatt nem csak a termés minősége, hanem a hozam is átlagon felüli lehet. A magasabb felvásárlási árak mellett azonban a költségek is emelkedtek. A tavalyi aszályos időhöz képest idén sokkal kedvezőbb a helyzet a kukoricaföldeken. Van, ahol már zajlik a betakarítás, ezen a területen pedig a napokban kezdik majd az aratást. A gyulatanyai fajta kísérleti állomáson csak csemege kukoricából 77 fajtát tartanak. A szakember szerint nem csak a termés minősége, hanem a várható hozam is jelentősen jobb a tavainál, ami idén 150 és 200 mázsa közötti mennyiséget jelent hektáronként. Még az öntözetlen területeken is közepes termésre számítanak a gazdálkodók. Az idei termés abban különbözik jelentős mértékben tavalytól, hogy most végig be vannak rakódva szemekkel, köszönhetően a csapadéknak, illetve az öntözetlen tavaly, viszont 2-3 centire tavaly, amikor még több, és nem volt berakódva, tehát ezáltal súlyban is jóval kevesebb volt a tavalyi termés. Úgyhogy nem véletlen Magyarország, ugye világhatalom, az első 3 benne vagyunk a csemege kukorica termesztésbe világszínvonalon, ezt tényleg nagyon-nagyon jól csináljuk. A gazdák komoly veszteséggel zárták a tavalyi évet. A rossz termés miatti termékhiány után idén a felvásárlók már jobb áron kötöttek szerződést a termelőkkel. A képet viszont árnyalja, hogy a különböző input anyagárak jelentősen drágultak. A tavalyhoz képest jobb a felvásárlási ár, de amit az előbb említettem, hogy mivel az önköltséget lejjebb tudjuk szorítani, így jelentős mértékben növekszik az árbevétel, az egy hektárra való árbevétel, ami nyilván ugye ez a gazdáknak jelentős anyagi pluszt hoz. Nem beszélve arról, hogy sajnos ugye az input árak, tehát gondolok itt műtrágya, növényvédőszer, azok sajnos nagyon-nagyon egekig szöktek, úgyhogy nagyon meg kell gondolni, hogy mit, hogyan, meddig akár öntözést, akár növényvédőszer felhasználás, műtrágya felhasználás. Bár kétség kívül, hogyha a növényeknek nem adjuk oda a megfelelő tápanyagot, akkor nem is várhatunk termést, egyetlen egy kultúrában sem. Hazánkban jelenleg mintegy 26 000 hektáron termesztenek csemege kukoricát.
melynek egyhatoda itt Szabolcs-Szatmár-Berekben terem. Ezzel a világon is előkelő helyen áll az ország. A fogyasztásban azonban már nem állunk ilyen jól. Évente személyenként 1-1,5 kg csemege kukorica fogy. Az itthon előállított termékek 95%-a éppen ezért a külpiacokra kerül. Felejthetetlen élményeket, különleges táncos megmozdulásokat és igazi zenei csemegéket ígér idén a Nyíregyházi Folk Fél Hét. A háromnapos rendezvény sorozat augusztus 18-a és 20-a között várja a népi kultúra szerelmeseit. Többek között a Duna Művészegyüttes és a Háromszék Táncegyüttes produkcióját lehet megtekinteni a Vármegye székhelyen. Nemzetközi Néptánc Fesztivál idén sem lesz, helyette egy rövidebb, elsősorban a hazai előadókra koncentráló rendezvénysorozatra várják a népi kultúra szerelmeseit. Ez pedig nem más, mint a Nyíregyházi Folk Fél Hét, amelyet 2 évvel ezelőtt rendeztek meg először. Akkor bíztak benne, hogy visszatérhetnek a korábban megszokott nemzetközi fesztiválhoz, a körülmények azonban másképp alakultak. 2 évvel ezelőtt azért kellett folkfélhetet rendeznünk, mert a pandémia után még nem lehetett külföldi együtteseket hívnunk. Az idén pedig azért kell, mert az azóta eltelt időszakban a pénzügyi helyzet olyan módon változott meg, hogy nem sikerült annyi támogatást szerezni, hogy meg lehessen szervezni az elmaradt 10. Nyírség Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Hát 2 éve kellett volna a 10. megrendezni, aztán most is arra pályáztunk, hogy na most 10., de nem sikerült, úgyhogy így maradt a folkfélhét. De ez egyébként csak időben lesz kevésbé látványos és színvonalas, mert ugyanolyan lesz, mint szokott lenni. Egy kivétellel, hogy külföldi együttesek nincsenek, de egy azért mégis van, hiszen mindig szoktunk hívni egy határon túli magyar együttest, tehát most is Erdélyből, Sepsiszentgyörgyről érkezik majd a Háromszék Néptánc Együttese. A program sorozat nem ezzel, hanem az itthon Nyíregyházán gála műsorral kezdődik, ahol a Nyíregyházán működő nagy néptáncos műhelyek és meghívott vendégeik közös gála műsora várja az érdeklődőket. 19-én a Duna Művész Együttes Hét Torony című produkcióját lehet megtekinteni. A táncszínházi előadás arra vállalkozik, hogy Makovecz Imre gondolkodásmódját, műveinek komplexitását a tánc nyelvén fogalmazza meg. 20-án pedig államalapító Szent István ünnepség sorozata várja a kultúra iránt érdeklődőket. 18 órakor, 6-kor itt a Kossuth téren lesz az ünnepi közgyűlés, ahol a kitüntetések átadására kerül sor a díszpolgár és az életműdíjakra, és hát egy szokásos kulturális műsor is lesz, kenyérszenteléssel, és most ebben az évben, mivel most ez a néptáncosok, a néptánc program nyara, a Folk Fél Hét záró gála műsora lesz a szabadtéri színpadon, illetve itt a Kossuth téren is lesz a kitüntetések átadása után egy kulturális program. Mind a kettő véget ér 9:30, mert 10 órakor pedig az évi egyszeri szokásos tűzijátékon kezdődik. A felejthetetlen élményeket, különleges táncos megmozdulásokat és zenei csemegéket augusztus 18-a és 20-a között láthatják az érdeklődők Nyíregyházán, a Kossuth téren, a Váci Mihály Kulturális Központban, valamint a Rózsakert szabadtéri színpadon. Érzelmes absztrakt címmel nyílt kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában. A festményeket és textilalkotásokat egy olyan sorozat keretében láthatják az érdeklődők, amelynek célja, hogy bemutassa a megyeszékhely testvérvárosainak gazdag kulturális örökségét. Az Ivano-Frankivskból érkezett Bodán Hubál alkotásait szeptember 2-ig lehet megtekinteni. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium táncművészeti tagozatának néptánc szakos növendékeinek műsora nyitotta meg a Városi Galéria legújabb kiállítását csütörtök délelőtt. A tárlat a testvérvárosok művészeit bemutató kiállítás sorozat része. Németh Erika kurátor baráti kapcsolatban van Bogdán Hubállal, és amikor lehetőséget kapott az ukrán művészet bemutatására, azonnal az egyetemi tanárra, professzorra, Ukrajna díjazott művészére esett a választása. Mint mondta, sokrétűségét bizonyítja, hogy az ősi, rusztikus elemek mellett a művész sajátos látásmódja is megjelenik az alkotásokban.
A textil szívem csücske is, tehát minden, ami művészet. Úgyhogy rögtön közvetlenül tudok kapcsolódni hozzá. Nagyon szeretem a rusztikusságát, nagyon szeretem azt, hogy nem csak a hagyományos, kicsit determináltabb, iparművészeti, tárgyszerű művészetet hoz létre, hanem túllép, és ezek önálló műalkotások a képzőművészet területén is megálló, sőt, kiválóan megálló műalkotások, absztrakt, érzékeny művek. Tehát itt jóval többet látunk, mint egy hagyományos textil. Itt látunk szabálytalanságokat, megnyúlásokat, kinyúlásokat, különböző anyagok applikációját, szorítást és elengedést, szóval minden, amit érzelmekről lehet mondani, azok megjelennek ezekben az alkotásokban. A szájpróbálgatás egy színház belső terének megalkotásával kezdődött, azóta a textilművészet szerelmese. Most elsőként van önálló kiállítása Magyarországon, ide a lelkéhez legközelebb álló alkotásokat hozta el, például ezt a 2 méteres textil csodát. 2004-ben, amikor a Majdanon voltam, láttam, ahogy az ukrán nép kifejezi saját akaratát, hogy ők mindenképpen Európa felé szeretnének menni. Ez az ő igazi hazájuk, ahol meg tudják valósítani a saját életüket. Ezért ez az egyik kedvencem, a Feltámadás energiája című alkotás, amely ezt az érzelmet, ezt a népi akaratot tükrözi. Ez és a másik 14 goblen, valamint a 30 pasztelfestmény szeptember 2-ig tekinthető meg a Nyíregyházi Városi Galériában. A felsőházat célozza meg az NB1-ben az A Studio futsal Nyíregyháza. A továbbra is Lovas Norbert által irányított együttes egy brazil légióssal, 2 sokszoros magyar válogatott játékossal és egy korosztályos válogatott futsalossal erősített. A Nyíregyháza hétfőn 18:30-as kezdettel az újonc Pécset fogadja a Continental Arénában. Akár sikertörténetnek is nevezhető a nyíregyházi futszálcsapat elmúlt 3 éve. Az NB3-ból indulva a legutóbbi szezont már az NB1 8. helyén zárta a Lovas Norbert által irányított együttes. Az új idényt felvezető sajtótájékoztatón Mohácsi Máté elmondta, hogy minek köszönhető a gyors fejlődés. Ezt gondolom, hogy legfőképpen annak a szervezettségnek köszönhető, ami ugye az e-sport Kft-t amúgy is jellemzi, hiszen van 2 olyan sportág, a röplabda és a kosárlabda, amiből már tudott meríteni. Mind a terem kapcsán, mind a stáb kapcsán van már egy olyan működő rendszerünk, amire a futsal gyakorlatilag ráépült, és Hepp Tamás kollégámmal ki tudtunk egy olyan rendszert építeni, ami folyamatosan lépcsőről lépkedve, ugye a második évben, mint A Studio Tenkő Szabolcs ügyvezető által egy komoly segítséget megadva, egy olyan csapat alakult ki, akinek most már az NB1-ben az első osztályban szurkolhatunk. Tavaly sikerült a biztos bemaradást kiharcolni, idén pedig nagyobb célokkal vágunk neki a bajnokságnak. A sajtótájékoztatón bemutatták az új játékosokat is. A brazil Gregory mellett Kecskemétről érkezett a 124-szeres válogatott Dávid Rihád és a szintén sokszoros válogatott öreg Laki Norbert. Kovács Ádám U19-es válogatottnak mondhatja magát, a kapus Gagyi Sándor pedig a nagypályás fociról váltott a futszára. A szakmai munka első számú felelőse továbbra is Lovas Norbert, aki elégedett a felkészülés során tapasztaltakkal. A kellő erőt megszerezték a játékosok az atlétikai centrumban, utána pedig átértünk itt az arénába a termes edzésekre és a labdás edzésekre, és be volt iktatva 3 felkészülési mérkőzés, amiket igazából megnyertünk, helyenként már biztató játék is volt, viszont ebből ez most igazából csak edzőmeccs, tehát örülünk, hogy nyertünk, és egy nagy pont a végén, mivel kezdődik a bajnokság, ezt a pozitív dolgokat ki kell ragadni ezekből a meccsekből, és a hibákból viszont tanulni kell, és akkor a hétfői kezdésen bízom benne, hogy a Pécs csapatát feljutóként le tudjuk győzni itthon. Dávid Rihár tudására és rutinjára nem csak a pályán, hanem azon kívül is számíthatnak a társak. Nekem nagyon tetszett az a perspektíva és jövőkép, amit felvázolt nekem Hepp Tamás, akivel folytattam a tárgyalásokat. Nagyon tetszett az, hogy szeretnék fejleszteni a csapatot, illetve magát az infrastruktúrát a csapat mögött. Mindig is szerettem magas szinten játszani, mindig is szerettem magamat új szituációban kipróbálni. Ez is egy ilyen motiváció volt számomra, hogy úgymond egy új klub felépítésében is tudjak segíteni a rutinommal. Bízom benne, hogy minden olyan eszközt, amit megkapok, azt
tudom én is hasznosítani, és tudom azt a rutint és tapasztalatot, amit megszereztem, azt át tudom adni a fiatalabb játékosoknak, illetve a rutintalanabbaknak. Az A-Stúdió Futszál Nyíregyháza hétfőn 18.30-as kezdéssel fogadja Pécset a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő: Kecskemét, Aramisese, Berettyó Újfalu, Nyírbátor SC, Haladás VSE, Magyar Futszál Akadémia, Maglódi TC Deac és Újpest FC Veszprém. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. A Kossuth Park, a Sétáló utca és az egyik szupermarket előtti terület is megszépül az év hátralévő részében Fehérgyarmaton. A város önkormányzata komplex közterület fejlesztésre nyert támogatást, a kivitelezés a következő napokban kezdődik meg. A város vezetés emellett most azon dolgozik, hogy mihamarabb vállalkozásokat csábítson a nemrég átadott, közel 3000 négyzetméteres üzemcsarnokába. Augusztus 11-től a magyar fogyasztók számára egyértelmű lesz, melyek a megbízható, kiváló minőségű magyar termékek a mézpiacon. Magyarország nemzeti hatáskörben szigorítja a hazai szabályozást, mézkeverékek esetén kötelező lesz feltüntetni valamennyi származási országot, méghozzá a felhasznált mézek tömege szerinti csökkenő sorrendben. A tavalyi veszteségek után idén fellélegezhetnek a csemege kukoricát termelő gazdák. A kedvező időjárási viszonyok miatt nem csak a termés minősége, hanem a hozam is átlagon felüli lehet. A magasabb felvásárlási árak mellett azonban a költségek is emelkedtek. Augusztus 10-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken este ismét várjuk majd Önöket a vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pénteken csak kevés gomoly felhő zavarhatja a napsütést, és csapadék sem valószínű. Az északnyugati északi szél elvétve megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul.